Így néz ki a levegőből Győr új színfoltja az elmúlt másfél hónapban zajlott újrafestésnek köszönhetően, a korábbi unalmas szürke-bordó szint dinamikus és játékos sokszínűség váltotta az építményen. Az 1982-ben üzembe helyezett marcalvárosi víztorony szinte újjászületett a kortárs képzőművészeti projektnek köszönhetően, hangzott el a hivatalos avató ünnepségen. Győr az Európa Kulturális Főváros projektre pályázik, most már a végső döntés fázisában vagyunk, és mire tudnánk egy kis művészi értéket hozzáadni. A legegyszerűbb nyilván az lett volna, hogyha visszafestjük ugyanolyan bordóra, ahhoz nem kell nagy tudomány és teljesítmény, de mi bátran belevágtunk ebbe. Én szeretném megköszönni László Bernadettnek is, akit felkértünk a munkáknál, hogy keressen partnert ennek a kivitelezéséhez. És hát nyilván adott volt itt a forma, adott volt, hogy milyen irányokhoz nyúlunk hozzá, és Maurer Dóra a hazai kortárs képzőművészet legismertebb alakjaként örülök, hogy ezt a munkát elvállalta, és szeretném megköszönni neki, illetve Varga Bertalannak, aki végül is aktívan részt vett a munkákban, és napi szinten felügyelte, képviselte, és a kivitelezés során aktívan itt volt. Egy műszaki létesítmény öltözött teljesen új ruhába, fogalmazott az avatón az üzemeltető első embere. Tőke László azt ígérte, továbbra is jó gazdái lesznek a megszépült víztoronynak. A víztorony továbbra is víztorony marad, továbbra is az alsó tartályban 4000, a felsőben pedig 1700 plusz 300 köbméter ivóvizet fogunk tárolni. Az alsó tartály az a normál zónát szolgálja ki, a felső pedig a győri lakótelepek középmagas épületeinek az ellátását szolgálja. Része a torony egyébként a győri magastározó láncolatnak, amiben beletartozik az Erzsébet-hídi víztorony és még Győr határában egy hatalmas térszíni tározó. Összesen 18 ezer köbméter vizet tudunk tározni úgy, hogy ez tartalékban van és mindenkor a város rendelkezésére áll. A víztorony kiszínezését Maurer Dóra Kossuth Díjas képzőművész felügyelte, aki szerint kiváló munka készült el mostanra. Nagyon boldog vagyok, hogy itt tulajdonképpen egy olyan építményből, ami egy ipari építmény, és ugyan annak rendje és módja szerint megvan a építészeti dinamikája, az alsó rész, sőt, súlyos, a felső rész az, ahol vékonyabb vizek vannak, és magasabbra jönnek majd föl lakótelepen, szóval az pedig egy ilyen elszálló, könnyű rész. Varga Bertalan azért is volt nagyon kiváló erre a munkára, mert majdnem kezdetétől fogva a Képzőművészeti Egyetem színtanának a hatására elkezdett aktívan is egyénileg foglalkozni a színekkel. Ez most itt látszik. A kivitelezés egy fiatal művész Varga Bertalan kezemunkáját dicséri, aki híradónknak azt mondta, ez volt az első ilyen jellegű megbízása, de elégedett a végeredménnyel. Nem is tűnt olyan nagyon-nagyon nehéznek elsőre, hiszen elég markáns ez a bordázat rajta, és hát saját munkáimban is sokszor van olyan törekvés, ahol szórakozok egy kicsit ezzel a pozitív-negatív formáknak a váltakozásával. Mindenképp egy ilyen forgóhatást szerettem volna létrehozni ezzel, és valahogy megzavarni ezt a szigorú bordázatot, illetve hogy kicsit oldani is. A víztorony külső felületén 4,5 tonna festéket használt fel a kivitelező, az összesen 4700 négyzetméternyi acél felületen. Az avató ünnepségen Radnóti Ákos alpolgármester bejelentette, a jövőben ki is világítják majd a város új színfoltját, a marcalvárosi víztornyot.